Marosszéki piros Párizs, olyan piros a rózsám is. Útra kelek, megkeresem, hol ett rész az én kedvesem. Mondja a népdal egy régi gyümölcsről, a Párizs almáról. Batul, Pónyik, Sóvári, elfelejtett gyümölcsnevek. Felfedező utunkat a szilárdságban kezdjük. Melyek voltak a régiek közül, régi fajták közül a kedveltebbek? Hát itt Szilárdcsebe én szerintem a Sóvári uralkodott. Talán azért, mert mindig terméshoz el lehet tartani télen. Igénytelen. Elég igénytelen. Aztán a Pónyék, a kormosalma, a batul. Volt egy időszak, amikor a Pónyék alma fajta eredetét Nagyenyed környékéről származtották. A mi szakirodalmunk szerint a Pónyék alma már 1500-as évek elején szerepelt a magyar irodalomban. Érsekújvári kódexben. Később pedig 1630-as években Loránffy Zsuzsanna tisztartója, gazdatisztje Csiky Mihály is leírja a szó szerint. Tehát ez egész Erdélyben elterjedt almafajta volt, és úgy, mint ahogy a teszásztányér almád is kitűnően idomult, kitűnően alkalmazkodott a mi vidékünkhöz. Úgyhogy ez a száztányér alma itten szebb, mint Erdély más vidékén is. Az almafajtáknak 90%-a még a régi őshonos fajták. Nem hiszem, hogy van Szilárdcsebe jelenleg 2-3 gyümölcs, új fajtákat telepítenek. Mondd, hogy ezt hogy nevezik Szilárdcsebe? Tányéralmának hívjuk. Tányéralmának. Találtál-e még valahol ilyet? Láttál-e még életemben? Hát nem láttam, nem láttam. Honnan hoztad a gajt? Honnan ez a fa lehet, van 35-40 éves. Körülbelül. Magad oltottad, vagy nem, ki? Nem, apám. Édesapád. Nem tudom, hogy honnan hoztas. Nem emlékszik, hogy a kertben még lett volna ilyen fa. És Szilárdcsebben van-e még ilyen? Hát most Szilárdcsebben, mert sokan vittek oltani. Tehát én ilyen almát nem láttam itt. Na, mindig hát is csodáltam ezt a fát úgy. Az irodalomban sokféle alma, sokféle tányéralma is le van írva, és az rendszerint kicsit laposabb ennél, színezése lehet olyan mindennek, de nem ilyen kuposodó a csésze levelei felé, vagyis az alsó része, pontosabban morfológiailag a felső része. Van száztányér, magyar tányér, és egyszerűen csak tányéron, ekkora nagyot nem láttam, lehet valamilyen speciális genetikai változat ez. Egy szenvedelmes kertész vizsgálódásai. Mondhatnánk régiesen egy hiánypótló munka szerzőjéről, a kolozsvári Nagy Tóth Ferencről. Ő 280 erdélyi almafajtát vizsgált meg és írt le. Tőle is, de másoktól is tudjuk, hogy régen Magyarországon legalább 1000 fajta alma volt. Üdítően demokratikus sokféleség. Volt köztük kisebb és nagyobb, sárga színű és zöldes, piros és kormos, csíkos és pettyes, porhanyó és szukros és borízű. A Szilárdságban, ahonnan Nagy Tóth Ferenc pomológus is származik, a régi időkben valóságos gyümölcsfaerdők díszlettek, köztük az őshonos fajtákkal, a batul és a pónyik mellett a sóvárival. Bémi, az arra emlékezni vissza, amikor apuka ezt a kertet megvásárolta. Kitől és hányba lehetett ez? Hát az körülbelül 30... 1935-36-ban. 36-ban vette meg. Zöreg Mátyás néti, ahogy mondtuk mi, Zöreg Mátyás néti. Ott volt egy kicsi házok, jó, és ezek a fák megvoltak akkor. Meg még ott lejjebb volt még kettő. Még lejjebb volt kettő. Na, mondd, milyen almafának mondták akkor. És ezt úgymond neveztük akkor is kormos almafának, akkor volt ott feljebb egy édes, olajédes, és lejjebb volt egy sóvári, itt megint volt egy kormos és egy sóvári. Ezt a sóvári almafát midőn megvette az édesapám, a mi apánk a kertet, rá vagy 5-6 évre oltotta. Tehát akkor ez is megvan, hogy 70 esztendős. Hát megvan, 70 nincsen mondjuk, de úgy 50-54 esztendős megvan. A köztudomású az, hogy a sóvári alma Erdély szerte elterjedt, és mind ahogy könyvek írják, innen terjedt a legész Erdélybe. Most több fajtája van, piros sóvári, csikos sóvári, nemes sóvári. Ez a közönséges sóvárinak egy
helyi változmánya, példa arra, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen körülmény, természeti körülmény, éghajlati, vagy a talaj nem kedvez a fának, akkor a gyümölcse a fajta típus jellegeinél sokkal gyengébb, leromoltabb. Egy nagy porta volt annak idején, ami nagyszüleink idejében egybe volt, és nagy gyümölcsös volt egész fel a temetőig. A fő almatermés ezen a portán, de az egész faluban sóvári volt, utána következett a batur és a pónyék. Aztán voltak ilyen helyi, ide alkalmazkodott fajták, amelyek akár behozottból, akár az ősi fajtákból jöttek létre, azok inkább házi használatra volt, és a használatuk is, és az elnevezésük is a falusi élet valamilyen jelentős momentumához kapcsolódott. De nevezetese volt ennél, és a falusi élethez kötődött a kenderalma, ami nyűvéskor volt fogyasztható, amikor a kendert nyűtték, és a szöszalma, amikor a kendert már tilolták, amikor szösz volt. Az ők szép gyümölcsösünkből mindig jutott eladásra is. Eredetileg képzőbe szeretett volna apám küldeni, én is abban mentem volna, tanítóképzőbe Kolozsvárra, de nem volt rá a lehetőség, és akkor a Bolyaira kerültem, hanem a társadalmi támogatással, mind kisparaszti gazdasággal rendelkező szülői háttérrel támogatás, társadalmi támogatásban volt részem, és persze a tanulmányi igyekezetem tette lehetővé, hogy befejeztem a Bolyai Tudományi Egyetem természetrajzi karát. Azt ott megkedveltek a tanáraim, és ott tartottak a Növényi Élettani Intézetben, és ott kezdődött gyakornok, majd tanársegédi éveim során az erdélyi ősi gyümölcsöknek a gyűjtése is. Az 50-es évek vége felé már az erdélyi gyümölcsöknek, ősi gyümölcsöknek a feltérképelését, vagy gyűjtését, azt befejeztük, más kutatási tárgyak jöttek, és én valójában moszatokkal foglalkoztam, vagy idegen szóval mondva, algológus lettem. És most a nyugdíjaztatásom után lett időm, hogy az akkor gyűjtött anyagot, 89-es rendszerváltás után, akkor szedtem ismét elő a Keresztes Kálmán művész által készített csodálatos akvarelleket, amelyek a könyvbe reprodukálva is vannak, és tanulmányozgattam őket, a leírások megvoltak, mert a gyűjtéskor az magam készítettem minden fajtának, minden egyes almának a leírását, és azokat előszedtem, és könyvészetből azonosítottam, hogy melyik az, ami valóban régi erdélyi gyümölcs, mint amilyen az előbb említett batúr, pónyék, meg a száztányér, meg a párizs almák. Erdélyi függetlenség elvesztése után, akkor inkább nyugati gyümölcsöket hoztak azok, akár csak ma, akkor is megvolt a divatos gyümölcsöknek az időszaka. Most persze itt a falusi kertekben, vagy ahogy mondják, paraszti kertekben, ezek össze-vissza kereszteződtek, más-más talaj és napfénykitettségnek voltak alávetve, és akkor a legősibb fajták is megváltoztak. Nos, ezeket próbáltam én úgy egy kicsit utána nézni könyvekbe is, és a fajta leírások alapján, és hogy melyik honnan eredhet, illetve melyik fajtára üthet vissza. Ugyanúgy a baturalmát is, azt mondták narancsalmának, üvegalmának, sőt, Szatmár környéken a nép azt az almát, ugyanazt az almát, ismert almafajtát más-más néven nevezte meg. Például a Szilágycsebe azt a gyönyörű tányéralmát helyesen tányéralmának mondják, de nem száztányéralma. Na, így voltak a batúrral is, mondom, Szatmárban az párizsalma volt, pedig nincs köze a párizsalmához. A párizsalmáknak a fészke, eredési helye, ahogy mondanák most a genetikai centruma, az Marosszék. Én azt tartom, hogy az a fekete körös mellőli bátor kolos
kolostor mellől, vár mellől, kolostor kertből eredt, és ott terjedt el az Erdély-szigetegységen keresztül belső Erdélybe is. És valóban kedves alma. Az első leírója az előbb említett Nagy Ferenc 1842-ben azt írja róla, olyan, mintha esztergán cirkalmazták volna ki. Fiatal bitang barátaim az algológus mintájára almológusnak kereszteltek, aztán becéztek, vagy pellengéreztek ki. Kalotaszeg. Klasszikus Kárpát-medencei táj. Kolozsvártól nyugatra esik, s mintegy 40 részben vagy teljesen magyar lakta települést foglal magába. Gyéres tölgy és bükfaerdők takarják, s néhol régi fenyvesek és nyírfaerdők korcs maradványait látjuk. A 6-800 méter magas felszeg hullámosan lejt. A teraszokon, a réteken virágmezők poétikus képe. Tavasszal a vidám, bájos kásavirág, ősszel az elegáns, titokzatos lila kökörcsin. Magyar gyerőmonostor és magyar valkó. A főúttól kissé félreeső, igazi havasalji táj. Pompás népviseletük mellett híresek kerített templomaikról, melyekről a sztánai író és építész Kós Károly írt a legmélyebben. Mindnek megvan a maga különlegessége. Tipikus alaprajz, pontos belső elrendezés, kivételes karakter. Arányokban és sziluettekben, anyagokban és színekben. Bástyás kőfal, cinterem, deszka mennyezet. A hófehér templomok szinte vidám vallásosságról beszélnek. A templom körül gyümölcsös, elterjesztésükben a falusi papok és tanítók jártak az élen. Az öreg Kós Károly azt írta, hogy az életében a legszebb pillanatok azok voltak, amikor szépséges, virágzó alma és megyfák alatt sétálgathatott. Én ezt a kertet tulajdonképpen a feleségemmel örököltem begyümölcsözve. A gyümölcsözés az 1937-38-ban történt. 37-38-ban apósom gyümölcsözte be annak idején. Akkor indult el itt Monostoron egy ilyen komolyabb gyümölcstenyésztési hajlam az emberek között, hogy minek tulajdonítható, nem tudom elmondani, biztosan jött valami jövezelem a gyümölcsből annak idején, akkor egy ilyen komolyabb roham indult meg, és rengeteg gyümölcsös létesítettek annak idején. Monostoron, itt a magyar faluban és a román faluban. Ez is, ez a török bálint, amelyet itt látunk, ez is akkori ültetés. Igen. 1937-38-as ültetésű fa, és érdekessége az, mivel az ember nem gondozza úgy, ahogy kéne, mondjuk a takarítása, nyesése, permetezése nagyon hiányos itt nálunk, hogy minden második évben terem általában. Uh-huh. De akkor uh-huh. van elég komoly termés rajta, és egy olyan fajta alma, amelyik karácsonyig bírja a várat, mondjuk január is, akkor belülről a szép piros alma, itt van, amelyik ez a piros például ez a fajta, kezd belül romlani, kívül nagyon szépen, magháztól kezd romlani, és tehát nem nagyon tartós alma. Hogy magyarázza a tanító úr, hogy ez a török bálint annyira népszerű lett, hogy egész Erdélyben megvan? Székelyföldön kezdve a szilárdságunk, mezőség, mindenütt régebben legalábbis kedvenc alma volt. Szerintem azért terjedt el, mert megérik valamivel, korábban már használni lehet, levesbe is, tésztába is, mint a batut vagy a jonatánt, korábban lehet használni, és az íze maga is annyira jó tésztába is, levesbe is, hogy nagyon kedvelik. Itt a leves először nálunk a török bálint almából. Uh-huh. Személyes ismerőse voltam Kós Károly bácsinak, nyugodjék, a temetésén is ott voltam annak idején. Kolozsváron, a Farkas utcából kísértük ki a Házsongárdi temetőbe. Én megismertem őt, mint a kolozsvári egyházmegyének a főgondnokát, a református egyházmegyének a főgondnokát. Tánán neki elég komoly gyümölcsöse volt ott a Varjóvár környékén.
Azelőtt, ugye a 40-es évek előtt, amikor sokat járt ő Monostorra, barátai voltak itt, szeretett Monostorra kilovagolni, itt egy napot, kettőt eltölteni. Nagyon szerette a temetőket meglátogatni. És nagyon tudott dorgálni, amikor egy elhanyagolt temetőt kapott. Azt mondja, itt az ősökre nem adnak sokat. Ez a tasintja szorva. Nincs, ez is egy nagyon régi ültetés. Ez véleménye szerint hány éves lehet ez a fa? Ez a fa körülbelül 80-90 évetes. Mit gondol, honnan került ide? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Régi öregek ültették, hozták valamikor. Azért kérdezem, vallatgatom így a tanító urat, mert a Párizs alma az székelyföldi alma. Itten nem is hallottam, én legalábbis a Kalotaszeg környékén a Párizs almát. Általában így előmonostoron sok kertben megtalálható, de több fajtája. Vannak, amelyek olyan sárgás csíkosabbak, ezek pedig mind ilyen pirosak, és megnőnek még sokkal nagyobbra is mindez. Nagyon jó ízű. Van, amelyik inkább csíkozottabb. Itt a kertben is van. Kisebb vagy nagyobb? Nagyobb. Nagyobb? Még nagyobb. Két Párizs alma van ez gondolom. Ez a jobbik fajta. Ez a piros Párizs. Piros Párizs. És a másik igen. Az a csíkos Párizs. Batul almafa van. Igen. Három. Igen. Akkor Sovári almafa van három. Az is csak egyik szárad ki. Na aztán ez van, és aztán ott az a Gusztáv, úgy mondják, az ezen alól. És aztán ez Pónik. A melyik volt a kedvenc? A legjobb alma a Jonathan. A Jonathan szeret. Igen, azt szerettük. És a kormost is, mert az is még áll kisőig, a kormos alma. Uh-huh. Aszalni nem aszaltak? Aszaltunk, biza. Melyik fajta volt a legjobb aszalni való? Körtit is aszaltunk, szilvát, almát. Nagyon jó volt az olyan aszalt gyümölcs. És abban az időben... Aztán télen mentünk dologgal fonni, és akkor főztünk gyümölcsöt. Nagyon jó. Fővel? Igen, megfőztük az aszalt gyümölcsöt. Aha, igen. Olyan jó volt az, mint a jó szirup, a leve. Uh-huh. Nagyon finom volt. Ha régi gyümölcsöket látunk, magát a demokratikus sokféleséget látjuk. Sajátos, összetéveszthetetlen ízek és illatok idéződnek fel bennünk. A régi gyümölcs bizonyos fokig nosztalgikus. Arra utal, ami elveszni látszik. Kinek-kinek öntudatlan mikrovilágára, a gyermekkorra. Mert a sokféleség gazdagság is, amikor még minden almának más és más karaktere volt. Egyiket szerettük fűszeressége miatt, a másik kásásodott. Egyik férges volt, a másik harsanva roppant a fogaink között. Ahol megmaradtak ezek a különleges nevű gyümölcsök, leginkább csak pálinkát főznek belőlük. Ami a legjobb és ami a legjobb pálinkának, a pónyik és a batul. Pónyik és a batul. Pónyik és a batul. Utána a sovári. Igen. A sovári, nem tudom még más elnevezéssel, hogy nevezik el, jó, mondtam, de jó, mondjam, ez így van. Igen. Ezek a legjobban, és a nagyon jó aromás pálinkát lehet belőle csinálni, tulajdonképpen a pónyikból. Azt ad, hogyha azt csinál tudod, belőle. Igen. Azt meg tudod különböztetni, hogyha ez pónyikból van, és a másik batúrból? Bizony meg. Meg? Meg. Az ízlése az embernek, tulajdonképpen, hogyha most már foglalkozik vele, akkor tudja még. Azt is tudom, mondjuk például, hogyha volt két-három kosár, Baracki stílus, mondjuk a bahon is mondják, már érzik a pálinkát. A cefrébe, igen. Igen. Falun a megélhetőség, lehetőséghez szükséges a pénz is. Tehát akkor mindenki abba jár, hogy adjon el belőle. Minden esetre olyan 50%-a kerül belőle. Uh-huh. Mert vannak olyan vállalkozók is, akik jönnek kocsival helyben, és ahol tudják, hogy jó a pálinka, meg is beszélik a bácsival, na mikor ára 4-6 hét múlva, vagy 2 hét múlva jövünk, megint adják 10 vedret, 5 vedret, mit tudom én, és akkor viszik ők, van nekiek vendéglőjük kinyitva, és akkor, de ennek előtte, amíg a vendéglőbe nem jut, addig meg kell csinálni az aranvizsgés tulajdonképpen a pálinkára. Az államosítás után ültettek gyümölcsöknek a pálinkája, az milyen? Hát az is mondjuk, hogy például, mondjuk, hogy megfelel, de
mégis aromásabb ezek most már, mert tulajdonképpen... Ezek vagy a régiek? A régiek. Az aromásabbak. Igen, aromásabbak, mint például a fónyikalma, a jó baturalma, azok olyan pálinkát lehet kihozni belőle, hogy minőségűleg kitűnőek. Ó, magyar valkó! A Vlegyásza, a vigyázó hegy alatt megbújó kis falucska, nem messze a Kalota partjától. Eddig elkerülték a jobb minőségű utak, mára már Gyerő Monostor felől is viszonylag szárazon megközelíthetjük. Valkó, a régi áhítat fog el, az őrzött ősiség, Szent Dohával a papilak eláraszt úgy, mint rég, írja versben Jékeli Zoltán a valkai templomról. Ez egyszerre szérűs kert és cinterem, közepében vitorlás hajóformájú templom, pillér-pillér mellett, torony-torony hátán, mennyi árbóc és vitorla, hogy a 600 éves kőhajó mennél messzebb, mennél távolabb haladhasson imádkozó, éneklő népével az időben. És ez valóban különlegesség. Kalotaszeg gyümölcsészetének egyik apostola, Mihác Elek lelkész, a temetőt beültette pónyik és batulfákkal, Bánfi Pál almával és társaival. Mai utódja beszél. Mihác Elek lelkész volt az, aki a temetőkertet befásította. Addig egy ilyen bozótos terület volt. Hát ez a 19. század közepén történt, amikor ide került lelkésznek. 1863-ban jött ide. Egy lepusztult templom környezetet talált itten, és szívügyévé tette az, hogy méltóképpen a templom körül rész szépen el fogja rendezni. Hány évig volt ő itt a lelkész? Hát ő haláláig volt itt lelkész, 1910-ben halt meg. Úgy is ismerték, az ő korában, ugye látván az ő munkásságát e téren, Mihály Elek a pomológus pap. Igen. Most már ő azt csinálta, hogy ismerte ezt a környéket, nagyon jól tudta, hogy ugye milyen éghajlati viszonyok uralkodnak, és azt is tudta, hogy milyen almafajták ugye bírják az itteni, sokszor mostoha, igen, ugye időjárást, hiszen itt közel vagyunk ugye a Vigyázóhoz, Kalota hegyéhez, ugye, sokszor ugye korán hóval van belepve is, ahogy a jó valkaiak mondják, még ott hó van, addig itt hideg szél fúj. A falus emberek addig nem is igen ismerték. Az elbeszélések szerint nem ismerték a gyümölcsöket. A tiszteletes úr azt is megcsinált, hogy titokba elment az embereknek a kertjükbe, ugye, voltak ilyen vadfák, vadkörte, vadszkor vagy vadalmák, és titokba beoltotta. És amikor csak észrevették az emberek, hogy milyen finom, jó ízű gyümölcsöket teremnek azok a fák, amik addig ugye élvezhetetlenek voltak, hát nagyon csodálkoztak. Szóval akkor ő maga nemesítő munkát is végzett. Igen, az egész faluba. Igen. Tehát nem csak itt a temetőkertet, ugye, telepítette be, hanem felvilágosította az embereket, megtanította őket az ilyen vad almafák vagy körtefáknak a beoltására. Nagyon sokan, hál' Istenem, még a mai nap is foglalkoznak gyümölcsfák oltásával. De nagyon sok nagy hírű, régi emberekről tudunk, és sajnos már nincsenek közöttünk, ugye elhaltak, de nagyon nagy hozzáértéssel oltották ezeket a fákat. Mihály Ákos, aki apjához, édesapjához hasonlóan fejlesztette tovább és vigyázott, hogy ez a gyümölcsös, ez valóban ugye olyan legyen, ami az ő színvonalon, vagy elképzeléseknek is ugye megfelelt. Többek között a temető kert közepén, mondhatjuk, építettek saját terveik alapján egy kis tornyos házikót. És erről a házikóról írják, hogy azért épült ide a kert közepén, hogy közel legyenek az a
kedves nagyon kedvelt gyümölcseihez, ugye, amit olyan féltő szeretettel és gonddal ugye ápoltak. Sőt, végrendeletében Mihály Celek tiszteletes írja családjának, ha meghalok, akkor a síromat kedvenc gyümölcsfáim alá ássák, hogy majd porladó testem hadd táplálják azokat a fákat, amelyeket életemben annyira szerette. Ennek a népi neve a valkói népies megnevezése eperalma. Így mondják, hogy eperalma. Ez valójában ez a Gravenstein nevű alma, amit Mihály Celek tiszteletes honosított meg itt. Ez egy nagyon finom, ízletes alma. Nem csak illata, hanem finom zamata is van. Nagyon-nagyon kedvelt almafajta is. A faluba szinte minden kertbe található ilyen. Az én szülőfalumban, Szilágyságban is volt, Tinóalma volt a neve, és valószínű, hogy azonos azzal a bika almával, ami Debrecen környékén is termett. A kezemben lévő alma a Bánfi Pál, nagyon kedvenc alma fajták közé tartozik, és ami tisztán kalotaszegi almafajta nagyon kevés, ebben a hatalmas temetőkertben is csak egy fa létezik. Na, ez az, amit Zentelkének is mondanak. Zentelk. Ez is azt mutatja, hogy kalotaszegi alma. Egy havasalji falucska tündérképe pihen itt. A kőfalakon, a kaszálon, a kacskaringos utcákon, a tollászkodó kacsákban. Éteri tisztaság és derű. Kalotaszeg népi művészete. Kós Károly is erről beszél, szereti a színek topszódását. A kalotaszegi művészet színes, de nem tarka. Virít, de nem rikít. Mint a virágos hegyoldali kaszálók. A belső élet patriarchális. Vendégek jöttére lőrincéknél kenyeret csüknek. Kati néni és Erzsi néni a kenyérsütés ügyes gyakorlói. Nincs is otthonosabb meleget árasztó illat a frissen sült kenyérnél. Meg is kóstoljuk a klasszikus töltött káposzta mellé. A nagyobb munkák közül a sarjú gyűjtés folyik éppen, és esténként a kapó előtt várják a csorda hazajöttét. Lőrincék, Kati néni és fia Laci, felesége Ilona és a gyerekek, Noémi és Norbert fogadják a két bivajt, Kökényt és Jámbort. Ez a szép tanya is Magyarvalkó faluhoz tartozik. Az ős szüleim, a dédnagyapám ide letelepedett, itt vízimalmot épített, és ezt a szép tanyát beültette, és itt kezdett élni, érdekelni, nagyon nagy népes családja volt, 11 gyereke, és emiatt költözött ide, hogy a családját el tudja tartani. Kellett segíteni állandóan édesapáikat. Például tavasszal takarítani a fákat, a gajakat összehordani, utána szénacsinálás, mert mindig tartottunk bivajokat, piros tehenet, juhokat, ezeknek itt meg kellett csinálni az élelmet. Ősszel a sok almát összeszedni. Még nagymamáik mindig szoktak fogadni napszámosokat, hogy az alma összeszedődjön, mikor nagyon sok volt. És mai napig is csak úgy lehet, mert mikor jó termés van, akkor nagyon sok alma van. És mennyi ideig tartottak ki ezek az almák? Hát ez az almák van a jó öreg pince, a földbe beépítve, talán 901-ben volt építve, és ebbe a pincébe egész újig eltartanak. Például a Jónatán alma egész újig még leszedődik a másik, még most is van a ládikóba, a régi almából, Jónatán. Még megvan itten a házon alul, a gátparton egy jó öreg pónyikalmafa, az talán van egy 110 éves már. Ez meg is görbült szegény, evel is jelzi az öregséget. Eztet még talán a nagyapa édesapja
ültette, és utána van ezek az aranypárfák, bánfipál, Jónatán, ez nagyapa, és utána édesapa lent az alsó kertbe, Peresrétnek hívták régebb, ültette ezt az újabb fajtát, Belfrőt, Gusztávot, ilyen aranykormos, ezeket az oltóványokat. És édesapa és nagytata is nagyon sokat oltottak. Ez a lényeg. Hozták a vadalmafákat, és beültették ősszel és tavasszal beoltották. Őszi etüdök egy régi udvarházról. A papok és tanítók mellett a színvonalasabb kisnemesek voltak a gyümölcskultúra elterjesztői. Portáik köré telepített 2-3 holdnyi gyümölcsöseikben tavasztól késő őszig folyamatosan adták terméseiket a hatalmasra nőtt régi gyümölcsfák. Egy-egy jobb kertben, így mező felén is, Kacsó Tibi bácsi kertjében vagy 20-25 fajtát ültettek csak almából, köztük persze a népszerű pónyikkal. A pónyik alma szinte egész Erdély zászlós gyümölcse. Szereti a hűvösebb, csapadékosabb klímáját és hálásan fizet gazdája ragaszkodásáért. Jobb évjáratokban több mázsát is ad ebből a kitűnő, sárgás-fehér húsú, lédúsan olvadó, üdítő savannyal fűszerezett édes gyümölcsből. Vallás vizsgán azt kérdi a tiszteletes úr a gyermektől, hogy aztán hogy volt a utolsó vacsora után, mi történt? Azt mondja, hát akkor fogta Krisztus az embereit, és elment a Kacsó kertbe imádkozni. Igen, hát ez ilyen fogalom volt, ugye, mert hát ez volt a legnagyobb kert, de faluban mondom, sok nagy kert volt. Voltak, még most is megvan egy pár fa, olyan 300 éves fák. Volt olyan nagy odvasfa, hogy hívják, diófa, 1849-ben, amikor egy család oda menekült ki egy ilyen odvasfába, és onnan nézték, hogy a kozákok itt hogy vonulnak keresztül felém, és amíg aztán nem tisztult meg a helyzet, addig ott voltak abban a fába, de telepedve. A mi vidékünk az egy átmenetet képez a Székelyföld, amivel ész belé nem a Csík-Gyárgyó ezt a részt, hanem bele kell érteni ebbe a gyümölcstermesztés szempontjából Udvarhelyszéket, Marosszéket, tehát a Bekecs alját, a Nyárád mentét, a Kükülő mentét, tehát így jön, és mi vagyunk az átmenet gyümölcstermesztés szempontjából. Így megvan a folyamatosság, ez a belsőség így a fákról, ahogy ítéljük, hogy megvan, hát ez biztos olyan 300 éves kert lehet. Amikor Teleki Pálnak volt a temetése, akartuk ültetni a fákat, és na, jött a temetés, akkor leültünk a rádió mellé, hogy hallgassuk. Akkor volt az első légiriadó Magyarországon, Budapesten. Még most is emlékszem a jászóra, az levendula volt. Megszakadt a temetés, és így szólt, hogy összes légó közületek, vigyázz, vigyázz, levendula, levendula. Igen, ez most is a fülemben van. És akkor megszakadt a temetés, akkor édesapám még ott egy darabig ugye várták, ott voltak a munkások is benne, ugye hallgattuk a rádiót. Akkor kijöttek, és édesapám engem ott hagyott rádiószolgálatosnak. Na fiam, te maradj itt, menj fajültetni, és hogyha folytatódik a temetés, akkor szaladj is, szóljat, hogy mondjat, hogy jöhetünk be. Általában a régi almák jó ízűek voltak, tehát nem mesterkélt zamatosságuk volt. Velük született, úgy képzelem el, mondjuk, mint egy falusi ember, vagy egy falusi asszony, menyecskének a természetes szépsége, és egy kipingált, kikészített hölgynek, ugye, spinőnek, ugye a tulajdonságai. Tehát úgy képzelem én ezeket a régi fajtákat. Tibor bátyám, hány fajta volt szerinted itt a környéken? Mennyi almát ismert itt a nép? Hát aztán
én ahogy próbáltam most összeírni, hát valami közel 20, na most ebbe van ami nem csak nem régi, hanem most is, tehát például a Batul, azt ma is árulják, nem tudom, Ponyikot árulnak-e vagy nem, de Ponyik alma, ahogy vettem észre most, hogy pláne érdeklődtem, van a faluban is jó, csak az én kertemben van, tehát úgy értem az egész kertben, van 3 Ponyik almafán. Ponyik almafára egyébként ez jellemző, azt hiszem mindenki tudja, hogy ez Bolyai Farkas telepítette itt ezen a vidéken meg, mert itt a megnézitek az én ponyikalmafáimat is, akkorák, mint egy nagy cserefa, hatalmas fák, az például az ott lé, látjátok? Az azt mondja, hogy magyar világban ótottuk egy régi fáról, amelyik ilyen törzsű volt, egy régi fának volt hajtása, vadhajtása, és volt, de még élt a fa, és arról ótottuk át. Na most nézzétek, milyen érdekes, hogy milyen vékony maradt a törzs, és mennyire megvastagodott fölötte az oltás. Tehát ezeket az ízeket mindenképpen meg kell menteni. Ezek rövid tenyész idejűek, hát élnek, mit tudom, 10-20 évet, kész, pusztulnak el, és nem marad, ami a kromozómát ugye tovább vigye, és az ízt. Igen, a legényeknek volt egy nagyon érdekes gyümölcs tartási módjuk. Ez főleg, ez vadalmába is használták, vagy vadvackóba, vagy egyszerűen vackóba, a sarjúba. Beszórták, mikor hordták be a sarjút, akkor beszórták közé. És akkor télen, mikor etették a marhákat, az ott a sarjúba megért, és akkor a legénynek nem kellett kóstolni gyümölcsét, ott helyben kapta, tehát adta a szénát, a sarjút a marháknak, és vette a gyümölcset. Beket alatt nyárát tere, ott egy kunyhó ruppal födve, de belseje aranybánya, arany benne egy kislányka csuhaja. Te zsellér vagy, én meg székely, de egünkre egy nap jöv fel, egyeső full a földünkre, miért lennék külön, mint te galambom? Maroszéki piros pár is, oly piros az én rózsám is, szép az alma az áttetőn, de százszor szebb a szeretőm csuhaja.